A honvédi tartalékos rendszer három szintből áll, védelmi, műveleti, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékosság. Utóbbiak még a legrosszabb helyzetben sem vezényelhetők el a járásukból. Tóth Csaba alezredes, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság harmadik katonai igazgatási központjának parancsnoka az önkéntesség feltételeiről adott tájékoztatást. Nemre és korra való kötöttség nélkül, tehát férfiak, nők egyaránt jelentkezhetnek, 18-tól a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig lehet jelentkezni. A jelentkezés azt most már megkünnyítettük olyan téren, hogy a fő tobozóiroda természetesen Székesfehérváron van, de a járásokban, a kormányablakokban is megtalálhatóak a jelentkezési lapok. Egy regisztrációs lapot kell kitölteni, és vagy a kormányablakba leadni, vagy megküldeni a tobozirodára, vagy esetleg, aki bővebb, részletesebb tájékoztatót szeretne kapni, a Székesfehérváron a Mészői Géza út 7 alatti megyei tobozirodában jelentkezhet. A jelentkezőnek pszichológiai és orvosi alkalmassági vizsgán is át kell esnie. Az önkénteseket felkészítik a katonai feladatokra, amely egy 120 órás modulszerű képzés és maximum 20 nap alatt teljesíthető. A tartalékosokat ösztönzik kedvezményes vásárlási és kikapcsolódási lehetőségekkel is, valamint az egyetemi hallgatók külön ösztöndíjban részesülnek. A leszolgált évenként utólag fizetendő rendelkezésre állási díj a minimálbér 100%-a 138 ezer forint. Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszernek a célja, hogy helyi szinten álljon rendelkezésre egy olyan felkészített, olyan kiképzett tartalékerő, amely szükség esetén egy védelmi képességet jelent a helyi lakosságnak, illetve közösségnek. Ezen kívül ezek a tartalékos katonák mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészítés során olyan kiképzést, illetve felkészítést kapnak, amely szükség szerint tudnak alkalmazni. Ezen kívül részt tudnak venni helyi szinten protokolláris rendezvényeken, és ezekkel tudják emelni egy nemzeti ünnepnek, egy koszorúzásnak a színvonalát is. A tartalékosok megmutathatják hazaszeretetüket, valamint a professzionális haderő és a társadalom más csoportjai között egy hidat is jelképeznek. A Dunaújvárosi járásban jelenleg 30%-on áll a feltöltöttség.